Sziasztok, ez itt a Bögre EU4 végjátszás legújabb sorozata, második évada, ha így lehet mondani, és miután 60 részen át gyűrtük, nyúztuk Magyarországgal a közel-keletet, most ideje, hogy a keret visszavágjon, és a ti szavazásotok alapján a mai sorozatunk, illetve a most aktuális sorozatunk alanya Karakoyunlu lesz. Nézzük meg, optionsben normál, historical, minden rendben van. Nem akarunk random new world-et, nem akarunk custom nations-t, úgyhogy indítsuk is el Iron Man módban és lokális mentéssel, mert tudjátok, nem bízunk a felhőben. Nagyon kíváncsiak, hogy fog alakulni ez a sorozat. Én nagyon reménykedem, hogy minden rendben lesz. Azt tudnotok kell, hogy Karakoyunlu az az ország, ami nagyjából ebben az időszakban éli az aranykorát a történelem szerint, és igazából 1180-as évekig fog tartani, tehát ott igazából el is tűnik maga az ország. A célunk az lesz, hogy ezt megakadályozzuk. Itt van ez a képernyő, ez ami új végül is a játékban, ami segít nekünk így összegezni, hogy mégis mi történik körülöttünk, milyen játékmechanikákkal kell számolnunk. Ugye síiták vagyunk, 5% moral of armies, muszlimok, azaz miszticizmus és legalizmus között fogunk majd pingpongozni, és kapunk plusz egy éves legitimációt azért, mert izmaili az iskolánk, az új dolog ez a muszlim iskolák. Mi izmailiek vagyunk, ami nem igazán túl erős, ez teljesen felesik ez a jelenlegi legitimacy, de ez van. Aztán királyság, és ami érdekes, hogy Tribal Federation, ami azt jelenti, hogy szintén egy újfajta kormányzati típushoz lesz hozzáférésünk, majd ezt mindjárt megnézzük kicsit jobban, vannak isztétek, vannak királyok, úgyhogy meglátjuk, és majd tudjuk a governmentet reformolni. És ez pedig a tributary state-ekről szól, ami igazából nekünk most annyira nem fontos. Tehát ez itt a jó Karakoyunlu. És igen. És nézzük meg a különböző térképeken, hogy mégis mi a helyzet. Valószínűleg erre fog rámenni ez a rész. Megnézzük, hogy nagyjából mi történik, mivel állunk szemben, milyen kihívásokkal, nehézségekkel. Hát alapból fogy a pénzünk, de ez nem pontos mindig, úgyhogy nézzük meg, hogy a valóságban mennyi pénzünk van. Kevesebb. Tehát itt mínusz 0.5-öt ír havonta, itt már mínusz 2.04-et. Úgyhogy ez van. Menjünk szépen sorba a tapokon, lehet most tényleg elő fog szólni ez az egész rész. Először is a királyunk 24 éves és nagyon jó statokkal rendelkezik, 3-4-5, kiváló, plusz még van egy Land Leader Shock ability is, 6-7-8 a monarch pointok, szerintem ideális eloszlás, hogy 8-an van a military, hogy ebből jön be a legtöbb, erre lesz inkább szükségünk. Az utódunk már nem annyira erős, 2-1-0, de majd valamit kezdünk a dologgal. Nem nagyon kell most felvennünk senkit, de nem is tudnánk. És itt van a government, ugye szultánátus vagyunk, és ezekhez az interakciókhoz van lehetőségünk, ahhoz, hogy növekedjen ez a tribal allegiance, különböző dolgokat kell csinálnunk. Hát most ugye nekünk csökken folyamatosan a development miatt, majd szépen növeljük remélhetőleg harcokkal, vagy nem tudom ilyesmi. Diplomáciailag nincsenek riválisaink, amiket most be is állítunk, hogy legyenek. Hát, sok választás nincs. Beállítjuk azt a hármat, aki lehet. Akkoyunlu, már csak azért is, mert ugyanaz a neve félig, mint nekünk. Mamelukok és Ajam, aki itt a szomszédos lélaság. Gazdaságilag, amit látjátok, nem vagyunk a toppon, de se baj. Kereskedelem, hagyjuk. Technológia, hagyjuk. Idea nem érdekes még, bár megnézhetjük az ideákat. Itt rögtön van egy plusz 25%-os manpower modifier, ami szerintem egész jó kezdés. Aztán core construction cost, király. Tolerance of heretics. Elvileg ez fontos lesz, mert nem túl egységes az országunk vallásilag. Land leader maneuver. Ja, az is jó. Liberty design subject. Jó, akkor mivel ez van, ezért majd fogunk használni sok subjectet. National Unrest, tök jó, és Tax Modifier, tök jó. Illetve alapból van nekünk egy Cavalry Combat Ability, plusz 20% és egy Land Leader Shock, plusz 1, ami ha ezzel együtt már plusz 2, ami elég király. A küldetések, Improve a Prestige, Improve Relations with Ardabil, és Conquer Mianeh. Mianeh az itt van, tehát Ajamnak küldjön neki rögtön a játék.
Mindjárt megbeszéljük ezt vele, addig nem választunk ki semmit. És Denounce of Sect Practices, ez pedig National Decision, ami ad egy minusz egy unrestet, és a legalizmus irányába viszel minket. Ha minden igaz, akkor az nem jó nekünk, mert... Igen, és az lenne a cél, minusz 60-on áll a pályatink. Az lenne a cél, hogy átmenjen minusz 75-ig, mert akkor kapunk 4000 manpower-t, és utána majd tudunk esetleg elfogadni ezt a dolgot. Amúgy most, hát az RS elég komoly probléma, de hát ha valamit tudunk ezzel kapcsolatban alkotni. Elég sok lázadó van, mindjárt nézzünk egy térképmódot erre is. Itt vannak. Sok-sok-sok lázadó, hurrá. Ez nem kell. Hát így se sokkal jobb, nem baj. Nullán van a stabilitásunk, hát ez mondjuk normális. És tudunk téríteni. Akkor itt az ideje megnézni a térképmódot. Hát igen. Mindenki szunnita, csak mi vagyunk síták. Mármint mindenki szunnita, mi síták vagyunk, és mindenki szunnita, egy csomó tartományunk szunnita. Ez minimum kellemetlen. A koptok annyira nincsen baj, inkább itt a szunnitákkal gyűlhet meg majd a bajunk, ha csak nem váltunk szunnitára. Ez mit eredményezne? Vannak már szunnita felkelők? Nincsenek. Na nem baj, ez kicsit bummer, de megoldjuk. Hát itt nyilván itt még nincsen semmi, ez az új menü. És nem játszik még. Vannak erődjeink, szerintem tök feleslegesen amúgy. Bár azt hozzá kell tenni, hogy elég jó a hegyekben erődöt fenntartani. És vannak nekünk ilyen esztétek. Akiket rögtön ki is használjuk, akit tudunk. Méghozzá a merchantöktől kérünk rögtön pénzt. A többit egyelőre hanyagolnám, majd talán kicsit később. És van még egy olyan, hogy kultúra. Nem mondhatnám, hogy túlságosan egységesek vagyunk. A Mashiriki, ami nagy részt kiteszi az országunkat, mi csak nem is elfogadott. Esetleg azzá tudjuk-e tenni. Nem tudjuk promótálni. Az örményeket, hogyha eltakarítanánk, akkor tudnánk promótálni a Mashirikit. Ez nem a legjobb hír. Az örmények, azok hol vannak? Armenian. 10% a 39-es szemben, de megnőne tőle az unrest. Illetve 10 diplópontba kerül, ez meg 100-ba kerülne, és most nekünk van 8, 98 összesen. Hol vannak az örmények? Ezek azok? Aha, ezek az örmények. Hát lehet, hogy ezt meg kéne gondolni. Minden esetre kéne szövetséges. Egy napra indítom a játékot, csak hogy kiszámoljon nekünk a szövetséges dolgokat, hogy ki akar szövetséges lenni és ki nem. Itt van. Na most. Hát. Nem mondhatnám, hogy túl nagy hatalmak állnak sorba. De... Tekintve, hogy Ajamot akarjuk megtámadni, vagy Akkuyunlut. Hát talán ők... Nem akar valaki sicskásunk lenni esetleg? Nem. Még Ardabil áll a legközelebb a dologhoz. Szóval van. És van valakire claimünk? Nincs! Nagyszerű. Ja, Ajamot meg tudnánk támadni. Ajamnak vannak... nem ezt akartam. Hanem ezt. Ajamnak van két függő területe, ami 5000 plusz katona. A mi függő területeinkről szintén 5000 jön be, és nekünk még van ezen kívül 8-9, tehát 17000 álló seregünk. Ajamnak pedig... ...12000. Tehát elvileg jobbak vagyunk nála. Kérdés, hogy kivel köt szövetséget, illetve kérdés, hogy mi tudunk-e valakivel szövetséget kötni. Úgy látom, hogy nem. Mert hogy neki egyetlen egy ellensége Karakuyunlu, ami mink vagyunk. Nem, mi vagyunk. Senki más nem.
Nincs a kérdés, hogy Arda Billa barátkozunk össze? De van. Jó, akkor ezt elvállaljuk. Ó, oh, oké, okay, rivális Kassus Belét kaptunk. Szóval, veled összebarátkozunk. És... erődök. Melyik erődökre van szükségünk? Ez itt egy kettes erőd. A... Drylands-ben. Ez rubbish. Bagdadban van farmokon erőd. Nagyon jó. Itt már ez érdekesebb Highlands-en egy erőd Ilamban. Ezt lehet, hogy megtartjuk. És ha minden igaz, igen, ez meg a hegyekben van a Jereváni erőd. Jó, ezek fontosak, a Bagdadit viszont töröljük a francba. Itt ugye inkább védekező szerepe lesz ezeknek az erődöknek. Tehát, hogyha olyan területen van, akkor jó, ha nem, akkor nem. És hol van a fővárosunk? Ha. Ó, itt van még egy erőd. Ez Tabriz, és ez a fővárosunk is. Jap. Yep. És szerencsére hegyekben. Oké, okay. Maradt három erődünk, mind a három hegyekben van. Jó hír, azt mondanám. Esetleg ki tudnánk rögtön az elején bekebelezni téged. Hiszünk Kaifát, attól függően, hogy kivel barátkozik össze, minden esetre kezdjünk el rárakni Klémet, és kezdjünk el Klémet rakni. Luristán vagy Musasa. Várjuk meg, hogy kivel barátkoznak össze, és aztán meglátjuk, jó? És még azt akarom, hogy akkor szerezzünk leadert. És te fogod, vonjuk egybe a seregeket, mondjuk hova. 16 a supply limit. Az kevés. Ez 17-nek kéne lennie. Itt van, oké, okay, ide lesz mondjuk a seregeinket, és itt fognak gyakorlatozni. És el is indult a játék. A Gathering Storm. Na, ez érdekes. Megpróbálom szinkron fordítani itt az eseményt. Szóval a Timurid Birodalom öregedő uralkodója, Shahru, már azóta beteg, hogy 1444 van. Tehát 1444 kezdet óta beteg, ami igazából nem olyan régen volt. Amióta ő nem tudja letni a feladatát, a felesége Gohar Shad irányítja a birodalom napi ügyeit, de úgy látszik, hogy ez nem tetszik a hercegeknek a Timurid provinciákban. És van a nyugat Iránban egy fiatal herceg, Muhammad Baisonkur, aki amúgy a királynak, a, vagy az uralkodónak az unokája, és... Na mindegy, pöcsösködik, az a lényeg. Ó, és lázadás tört ki. Nagyon érdekes. Only time will tell what other princes will do. As long as Shak, tehát amíg Shakru él, addig csökkentett a liberty desire-je a Timuridoknak, illetve a Timuridáknak a függőségeinek, azaz Transoxiana, Sistan, Fars, Khorasan, Afganisztán, viszont amint meghal, valószínűleg szétesik a Timurid birodalom. Ez érdekes. Go for it. Barátunk akar enni Georgia és Sirvan. Az egyikük akár értékes szövetséges is lehet. Csak az a baj, hogy valószínűleg egyik sem lenne hajlandó neki menni Ajamnak a kedvünkért. Nem. Nem leszünk barátok, sajnálom. Most próbáljuk meg barátok nélkül végigcsinálni ezt. Így, már zajlik is a képzés. Valamiért nem mutatja, hogy leesett a morál, pedig le kellett volna esnie. És közben barátkozunk ugye velük. Kikkel? Veletek nem. Ti szövetségben vagytok Úristen Arnizával, Dulkadirral és Shamsk-tével. Hát ez nem a legjobb hír, amit el lehet képzelni. Ti szövetségben vagytok Mikhaffal, annyi ismeretlen országban itt hirtelen. Ó, ez Ajamnak a vazallusa, akkor azt hagyjuk. Viszont rád akár rakhatunk is Spy Networköt. És Ardabil akar házasodni. Oké, okay, Ardabil, fel nem lehet beszélni. Már is lett egy királynénk. 1-3-3. Zsír. Rise of Musashaya. Egy iraki teológus megjelent. És ezért kaptam egy csomó unrestet. Zsír. Nem volt elég unrest még. Ez egy hiányzat az életünkből.
hogyha most rátámadnánk egy hasonlóan iszlám országra, Ardabil a szövetségesünk akar lenni. Hát nézd, Ardabil, legyünk szövetségesek. Te tudod, hogy ezt hova vezet ez a dolog. Most már akarsz a barátom lenni? Ah, nem! Jó, mindegy. Konkur Miane, továbbra is Miane neki menni. Vagy Mianeknek. Ezt akarja a játék. Becsatlakozna esetleg? Nincsen diplomatám. Az a kérdés, hogy Ardabil becsatlakozna-e? Meg tudom mondani, így is. Aha, vannak ki területek, amiket szeretne. Tehát ő jönne velünk a háborúba. Érdekes. Nem is néztem meg még, hogy milyen nyersanyagaim vannak. Ó, az tök jó lenne, az nagyon kéne az a terület. Papír. Hát, cukornád, közepesen erős. Búza. Fűszerek. Bor. Textil. Ezek nem túl erősek. Igazából 3, ez is. A papír az tök jó lenne, ha megszereznénk. Tehát be tudnánk hívni a háborúba Ardabilt, viszont ő milyeneket szeretné, amit viszont magunknak nyúlnánk le a papír miatt. Úgyhogy ez bummer. Viszont elkezdtünk pénzt összeszedni. Kérdés, hogy neki menjünk-e valakinek. Mármint nyilván minél hamarabb szeretnénk neki menni valaminek, valakinek. Neked ugye a barátaid, melyik katintottam, ezek. Szerintem ezzel boldogulnánk. Ezt be tudnánk venni mindenképpen. Neked a barátod az. Hát jó van. Oké. Feled is boldogulnánk. Nagyon gyorsan kéne elkezdeni terjeszkedni, mert nyugatról is jön a fenyegetés, keletről is jön a fenyegetés. Nem néz ki a legjobban, őszintén szólva. Timuridák rátámadtak Ajamra, viszont mi is rátámadhatnánk Ajamra egyébként. Fogadjuk el ezt a küldetést. Ezt. Ugye először ezt? Nem, ezt fogadjuk el. Mostantól lesz Ajamra Casus Belling. A szövetségesen Nogai. Itt van éjszakon. Most már van Ajamra Casus Belling, ami azt jelenti, hogy ha esetleg meggyengülne, akkor, mert a Timuridák ellen harcol, akkor bármikor haza tudunk üzenni. Ez mindenképpen szerintem elég jó hír. Most ki kell várnunk, hogy kicsit haladjanak a dolgok. Kultúra. Ja, ebbe az irányba terjeszkedve igazából segítjük a saját kultúránkat. És a vallás is, vallásilag is jobb lenne arra menni. Jó, azt megdobáltuk. The City of Najaf. Ott van a Holy Shrine. Nagyszerű. Mit hasz nekünk? Vagy... semmit. Elvesztülünk. Oké, vagy -20 National Tax Modifier. 15 évre. Vagy pedig stabilitás és lojalitás. Jó, akkor... vidd a pénzt és fuss. Eddig se kerestünk túl sokat, de most meg aztán... Miért utáltok, srácok? Ez nem menő. Gilan adott hadsereget Ajamnak. Jó. Egyelőre ezzel nekem semmi problémám nincsen. Ó, Kenny Vice Scholar, Izgi. Ez egy új játék mechanika, és itt is van. Ki tudunk meghívni? A Jafari tudjuk sok damage-ért és 50 admin pontért. És meddig érvényes ez? 65, tehát 10 évig. Jó, hívjuk meg. Tetszik az ötlet. Úgyis háborúba fogunk menni. Nagyon hamar. Annyira hamar, hogy ezt ki is veszem most a tréningből. És ideállítom, ugyanis nem sokára elkészül a claim erre a területre, Hisn Kaifára. És gyorsan neki megyünk, hogy még lerendezzük, mielőtt Ajam teljesen szétesik. Most Ajam vívja a háborúját a Timuridákkal, addig mi szépen megerősödünk. Jó, még várunk egy hónapot, gyere haza. Szóval gyorsan lerendezzük a háborút, amíg Ajam és a Timuridák így lezúzzák egymás között.
Szerintem ennyi elég lesz, alacsonyabb a morál és Highland. És ezek mind besatlakoznak. Shamsk-e is besatlakozik. Neki milyen barátai vannak? Akuyulu támogatja. Akkor nem. Akkor semmi. Akkor nem hívom be Cobbillager-öntnek. Várjatok, még egy valamit megnézek. Állj, még mindig nem akar jönni barátkozni. Jó, nem baj. Declare war. Ne. Legalizmus felé megyünk el. De! Nem, miszticizmusok. Ja, a miszticizmus felé akartunk elmenni. Shoot! Azért, mert szunniták, mi meg síták vagyunk. Ez bummer. Mindegy, akkor viszont ezt elfogadhatjuk. Így. És úgy támadunk. És azonnal zúzzuk is át oda. Enjoying right and forbidding wrong. Legalizmus felé megyünk, vagy miszticizmus felé? Hát én most azt mondanám, hogy... Az a baj, hogy ez a legalizmus felé, ami van, ilyen extra, az a korrupciót csökkenti, viszont egyenlőre nincs sok értelme. Tehát én a miszticizmus felé mennék, mert az meg manpower-t ad, úgyhogy mozogjunk a miszticizmus felé. Ja. Jó, ez easy win volt. Protest in Ganja. Legalizmus felé megyünk. 10 lojalitás dulemának, 10 prestige, local tax modifier csökkenés, local manpower modifier csökkenés, vagy pedig unrest. Jó, legyen az. És megint rossz felé megy a csúszka. Se baj. Jó, innen vegyünk ki pár embert. Mondjuk ennyit. Az is hármas erőd. Miért van tele hármas erőd, de Jézusom? És csatlakozzatok be. Ez lesz a dolgotok, hogy puzzle-ozzatok. Hát minden esetre ez volt a mai rész. Innen folytatjuk, az első háborunkat elkezdtük. És... találkozunk a következő epizódban. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomjatok a like-ra, ha nem, akkor ott van a dislike gomb is, megtaláljátok, egymás mellett van a kettő, gondolom, ez az elgondolás lényege. Sziasztok!